A keleti és a nyugati kereszténység találkozása is lesz a Budapesten szeptember 5-e és 12-e között megrendezésre kerülő 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus. Mondta dr. Erdő Péter bíboros prímás Esztergom budapesti érsek azon a sajtótájékoztatón, melyen a NEK és az Ars Sacra Fesztivál programjait kapcsolódó rendezvényeit ismertették. A kongresszus idején mintegy 40 keleti rítusú katolikus főpásztor találkozik Budapesten, akik szeptember 8-án közös szent liturgiát mutatnak be a Szent István Bazilikában. Sokan elfelejtik, és talán ezért is szürkül el sokfelé a kereszténység, elfelejtik, hogy a kereszténység Jézus Krisztusról szól, nem valamiféle filozófia, nem egyszerűen bölcsességeknek vagy erkölcsi tanácsoknak a gyűjteménye, hanem egy személlyel, egy történelmi személlyel, Jézus Krisztussal, az Isten emberrel való találkozás. Ennek megvan a történelmi folyamatossága, a konkrét valósága, Jézusnak megvan a konkrét történelmileg igazolható tanítása, ránk hagyta az ünneplést, a szentségeket, az eukarisztiát, és ugyanakkor a lelki életben közvetlenül is találkozhatunk vele. Tehát a karizmatikus mozgalmak élménye is aktuális, és ugyanakkor a történelem útjait járó egyházra is szükség van hozzá. Tehát ebben az élményben megújulni, ez azt hiszem egy nagyon nagy lehetőség, nem csak nekünk, magyaroknak, hanem az egész katolikus világnak. A sajtóesemény keretében adta át a bíboros a NEK 10 önkéntes hírnökének, köztük Miklósa Erika operaénekesnek is megbízó levelét. Mi azért még egy kicsit gyerekcipőben járunk más társadalmakhoz képest, de már azért nagyon jó kezdeményezések vannak, tényleg iskolai szinten is, hogy ez egy természetes dolog legyen az életben. Hogy ez mennyire fontos, hogy sok ember akár a sportban, akár a művészetekben, akár az élet más területein, bizony vannak emberek, akik arra szorulnak, hogy segítsék őket. Aztán vannak olyan események is, ahol még talán szórakoztató is önkéntesnek lenni, például ez az eukarisztikus kongresszus. Szóval ez mindenféleképpen egy számomra egy ilyen olyan hírvivés, amit eddig is csináltam tulajdonképpen, csak kicsit szűkebb területen. Dragonics Márta, az Ars Sacra Alapítvány kuratóriumi elnöke ismertette az idén 15 éves Ars Sacra Fesztivál kongresszushoz kapcsolódó rendezvényeit. Idén 230 település 15 műfajban, több mint 400 programmal, zenei és irodalmi estekkel, kiállításokkal várja az érdeklődőket. A kongresszus programjai között kiemelt helyen szerepel a lovári nyelvű roma mise, melyet szeptember 1-én a budapesti Szent István Bazilikában mutatnak be nemzetközileg elismert magyar zenészek, énekesek közreműködésével. Van egy komoly üzenete, én úgy gondolom, az egész misének, mivel az első az ősbemutató, és úgy bemutatni ezt a zeneműt, hogy az érthető legyen, és ugye eljusson az emberekhez, és ne szétválassza, hogy ez most egy kategória, és akkor ez most nem tudom, csak a romáknak szól, mert nem erről van szó. Próbálunk egy hidat képezni, és ismét arról beszélni, azt kommunikálni, arról énekelni, arról zenélni, mindannyian, akik ott leszünk, hogy ez ember és a hite, és a zene, ami minket összehoz és összeköt, ez semmi másról nem szól. Szóval, hogy legyünk ismét együtt, és próbáljuk átérezni együtt ezt az egész üzenetet, amit tartalmaz a megírott lovári mise. A sajtótájékoztatón mutatták be a NEK hivatalos cukrász süteményét, Kárl Zsolt alkotását, a pozsonyi tésztába csomagolt gyümölcsös töltelékkel készült süteményt, a kongresszus hivatalos borát, Demeter Endre tokai borász furmintját és hárslevelűjét, valamint az Íme Isten hajléka az emberek között címmel a Mátyás templom kiadásában megjelent fotókkal illusztrált kötetet is. Az alkalomra egy emlékérmet is kiadtak, melyet azok a fiatalok kapnak majd, akik a kongresszus nyitó szentmiséjén járulnak először szentáldozáshoz.